Vučićnak és Merkelnek a mai volt a 12., másfél hónapon belül pedig a második találkozója. A megbeszélés fő témája Koszovó, valamint a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd előremozdítása volt. Brüsszelben fontos párbeszédek zajlanak, és Szerbia kulcsfontosságú ország a balkáni régióban, amellyel Németország szorosan együttműködik, szögezte le Angela Merkel. A német kancellár hozzáfűzte, a Nyugat-Balkán rendkívül fontos, ezért a közeljövőben több uniós találkozón kiemelt figyelmet fordítanak a területtel kapcsolatos kérdésekre. Terveink szerint ebben a fél évben intenzív párbeszédet folytatunk, a bolgár Európai Uniós elnökség prioritásként jelölte meg a nyugat-balkáni térség kérdését. Ilyen értelemben megbeszéléseink témái között szerepel Szerbia és Németország együttműködése a kölcsönös bizalom jegyében és a régió fejlesztése. Mindent megteszünk, hogy elkerüljük az összetűzéseket a Balkánon, mondta Alekszandar Vučić. Hozzátette, bármilyen konfliktus 100 évvel vetné vissza a balkáni országok fejlődését. Amennyiben csatlakozni akarunk az Európai Unióhoz, számos nehéz döntést kell hoznunk, hangsúlyozta Vučić. Szeretnék köszönetet mondani Merkel asszonynak a személyes érdeklődéséért és azért az óriási figyelméért, amit Szerbiának és a Nyugat-Balkán országainak szentel. A német figyelem nélkül és Merkel asszony felelősségteljes hozzáállása nélkül sokkal több válság lett volna. A szerb elnök elégedettségének adott hangot, amiért Merkel hajlandó volt meghallgatni Belgrád érveit. A kancellárasszony azt mondta, hogy bármikor felhívhatja, ha valamilyen probléma adódik, fogalmazott Vučić. Angela Merkel közölte, a térség vezetőivel májusban Szófiában folytatja az egyeztetést az Európai Unió és a Nyugat-Balkán csúcs találkozóján.